Üdvözlet mindenkinek, 2023. február 14-e van, és itt az infobubble.hu weboldalon ezúttal az Amerika-Kanada határán lelőtt úgynevezett UFO-ról fogunk beszélni. Erről szeretnék egy rövid összefoglalót csinálni és bemutatni, hogy mi az, ami történt, és szerintem mi is az, ami történik a háttérben közben, mielőtt nekivágnánk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobába, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Minden jelentősebb hírcsatorna beszámolt erről az eseményről, nézzük meg, hogy a Reuters tudósításában mi az, amit megtudunk, ez egy rövid videó. Today, at the direction of the Prime Minister, aircraft A miniszterelnök utasítására ezt a nagy magasságban közlekedő légi járművet lelőtték, mint egy száz mérföldre az USA Kanada határtól a kanadai terület felé. Egyerőle azonosítatlan ez a dolog, és a mentési munkálatok azok folynak. A február 11-i -e jelentés szerint ez már a második olyan incidens, amikor az F-22-es vadászgépnek le kellett lőni egy azonosítatlan, henger alakú tárgyat Kanada területe fölött. Mindettől függetlenül az Egyesült Államok hadserege küzdött még egyéb zűrzavarral is, amikor is a harci repülőgépeknek a radarja megzavarodott Montanában, ez az anomália pedig a légtérnek a rövid szövetségi lezárását váltotta ki. Ebben a videóban Justin Trudeau mondja el Kanada miniszterelnöke, hogy mi is az, ami történt. Norad, that an szóval a Norad megerősítette, hogy egy azonosítatlan repülő tárgy belépett Kanada légterébe. It represented a reasonable threat to civilian aircraft. És ez, és ez valós veszélyt jelentett a civil repülőgépek számára. So I give the order to take it down. Ezért, hát, az hogy le. Canadian Prime Minister Justin Trudeau on Sunday said investigators are hunting for the wreckage of the mysterious flying object shot down by the U.S. over Yukon territory. vizsgálják a roncsokat Kanada Yukon területén. Az Egyesült Államok katonai vadász repülőgépei vasárnap lelőttek egy nyolcszögletű objektumot a Huron tó fölött, közölte a Pentagon, és ez a legutóbbi incidens azóta, hogy egy feltételezett kínai térfigyelő léggömb fokozott készültségbe helyezte az észak-amerikai biztonsági erőket. Az észak-amerikai légvédelmi parancsnokság vezetője Van Herk azt mondta, hogy objektumoknak vagy tárgyaknak hívjuk őket, és nem léggömböknek, és ennek megvan az oka is. Kányúz azt írja február 13-án, hogy a Pentagon úgy gondolja, hogy ez a legutóbb lelőtt azonosítatlan repülő tárgy okozta a Montana fölötti zavart a radarrendszer működésében szombaton. Vasárnap pedig már lelőtték. Íme egy rövid idővonal erről a négy azonosítatlan repülőtárgyról. Február 4-én volt az első, 10-én a második, az első az egy kínai légömb volt véhetően, a második azonban már egy autóméretű tárgy, melyet lelőttek. Alaska fölött szombaton 11-én Justin Trudeau rendelte el, hogy az amerikai vadászgép lelője ezt az azonosítatlan tárgyat Yukon teritorium fölött. Február 12-én pedig egy negyedik azonosítatlan tárgyat szintén lelőttek ezt a Hurontó fölött, az amerikai-kanadai határon. Itt van ez a térkép is, az businessinsider.com weboldalon, ahol láthatjuk, hogy kettő darabot UFO-nak titulálnak, itt van egy ilyen tárgy szintén középen Észak-Amerikánál, valamint kettő darab ilyen piros jelzés, melyből az egyik, ez a léggömb és ez a nyolc szögletű dolog. Még lejátszom ezt a rövid videót, ez Sky News-nak a YouTube csatornája, bringing you some breaking news that's just come into us here at sky in the last few minutes. it's come from a tweet from the prime minister of canada, justin trudeau, who has said on twitter, i ordered the takedown of an unidentified object that violated canadian airspace. at norad command, shot down the object over the yukon. canadian and u.s. aircraft were scrambled and a u.s. f-22 successfully fired at the object. Ha megnézzük a New York Times beszámolóját, láthatjuk, hogy február 11-én azt jelentik, hogy egy UFO-t lelőttek Kanada felett, február 12-én szintén egy másikat a Hurontó fölött. Összefoglalásol erről az egészről csak annyit, hogy ez a programozás ez évtizedek óta folyik az emberiséget, készítik fel arra, hogy találkozik majd az űrbéli testvéreivel, hogy ezek gonosz vagy jó szándékkal érkeznek, azt egyenlőre még nem lehet tudni, azonban az biztos, hogy készítik fel az emberiséget arra, hogy megosszák velünk, hogy ez mindvégig így volt, ők mindvégig kapcsolatban álltak ezekkel a lényekkel, és most ez egy fenyegetés számunkra, úgyhogy össze kell fogni az emberiségnek, hogyha a klímaváltozás, az élőlények kipusztulása, a bolygó tönkretétele, a túlnépesedés és mindennek a hiánya nem lenne elég motiváció, akkor most egy külső fenyegetéssel is szembe kell néznünk. Ha valaki úgy gondolja, hogy az, amit mondok, az őrültség, meg egy összeesküvés elmélet, akkor annak javaslom, hogy hallgassa meg ezt a rövid Ronald Reagan beszédet 1987-ből. Perhaps we need some outside universal threat. Perhaps we need some outside universal threat. Perhaps we need some outside universal threat. Valószínűleg nekünk szükségünk van egy külső fenyegetésre, egy külső, általános fenyegetésre. To make us recognize this common bond. Hogy ésrevegjük és felfedezzük ezt a közös összekötő erőt, ami az emberiségben van. I occasionally think how quickly our differences worldwide Would vanish. Azon töprengek olykor, hogy milyen gyorsan eltűnnének nézeteltéréseink, illetve különbözőségeink. If hogyha egy külső idegen fenyegetéssel kellene szembenéznünk, és ő az alien használja úgy, mint hogy idegen, mint az ufóknak, ugye a vezetői legalábbis ahogyan ezt hívják UFO, mint azonosítatlan repülőtárt. Egy idegen lény, hogyha egy, egy általános idegen lények általi fenyegetéssel kellene szembenézünk. 1987. From outside this world. From outside this world. From outside this world. Ezen a világon kívülről. And yet I ask you. And yet I ask you. And yet I ask you. És ez egészen megdöbbentő, amit most mond, hogy és mégis megkérdezlek most benneteket, vagy önöket. Is not Nincs -e már is egy idegen erő közöttünk? Nincs -e már is egy idegen erő közöttünk? És persze utána ő ezt lejátsza úgy, hogy ez a háborús törekvés, meg az örökös egymás gyilkolás az az idegen erő, de egyáltalán nem erről beszél. Mindazok, akik ismerik, meg értik a valóságot, azok tudják, hogy Ronald Reagan mi az, mire céloz ebben a beszédben. Tisztában vannak a teremtő létezésével, és azzal, hogy az idejük lejárt, és már 1987-ben, ami azt jelenti, hogy több mint 30 évvel ezelőtt készítették fel a világot erre a napra, ami most megtörtént, meg ami most történik körülöttünk, hogy itt egy ufó, ott egy ufó, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy létezik ez a külső fenyegetés, és az emberiségnek össze kell fogni. Az összefogás az, ami a legfontosabb. És ezt megtalálhatjuk a reaganlibrary.gov, az amerikai Egyesült Államok Ronald Reagan oldalán, vagy Ronald Reagan könyvtárában a 42. Egyesült Nemzetek Általános Gyűlésének a egyik felszólalása New Yorkban, 1987. szeptember 21-én is itt el lehet olvasni ezt az egészet, hogyha valakit érdekel. Ez a kérdéses rész, amit itt kiemeltem, azok számára, akik ezt meg akarják találni, egészen a legalján lesz ez ennek a beszámolónak. Mindenféle műfajban találunk ilyen filmeket, és a világ az csak ontja magából ezeket folyamatosan szórakoztatóipar, egy nagy részét én láttam, azonban szóval mindet már lehetetlen követni, meg nem is érdekli az embert. De minden évben újabb és újabb ilyen filmeket egészen változatos módon mutatják be azt, ahogyan az emberiségnek szembe kell néznie egy valamilyen fajta ezen világon túli fenyegetéssel, és kénytelen összefogni annak érdekében, hogy, hogy túlélje azt. Ez egyértelműen az új világrend felé tereli az embereket, hogyha, mint említettem, amúgy is mindenféle katasztrófával kell szembenéznünk, de még ha ezt is hozzávesszük, ez lesz szerintem az egyik utolsó csepp a pohárban, ami meggyőz szinte mindenkit, még azokat is, akik a legerőteljesebben ellenállnak az új világ csábításának, az új világrend csábításának, és azzal, hogy ezeket az információkat megosztják, még akkor is, ha ez, ez egyértelműen egy fabrikáció, ez az, az egész, hiszen más világból nem jöhetnek ide idegenek, hiszen léteznek más világok. Természetesen azt is megértem, hogy az emberek többsége ezt nem így gondolja, ezért hát nem értheti meg a teljes képet soha. Ezért is mondtam oly sokszor, hogy fontos, hogy megértsük a Bibliát és annak az üzenetét valaki nem fogadja el a Bibliát úgy, mint egy általános igazságot, a soha nem lesz képes megérteni a világot és azt, ami körülöttünk zajlik. Ez így van az alien idegen fenyegetéssel is, hiszen az, aki elfogadja a Biblia igazságát, az tisztában van azzal, hogy nem léteznek más világok, lakható világok, ahonnan bolygók, vagy csillagok, ahonnan idejönnek majd hozzánk emberek, és akkor azok, ami kapcsolatba kerültünk, ezek spirituális lények, akik egy másik úgynevezett dimenzióból érkeznek hozzánk, de mindvégig itt volt egy nagy részük, és most így az idők végén elszabadul, idézőjelbe vett pokol, és átveszik majd az uralmat a világ fölött. Nyíltan, eddig is ők irányították a világot a háttérből, a démoni erők segítségével. Most az idők végén azonban meg fognak jelenni, valóságosan az emberek pedig úgy tekintenek majd rájuk, mint vagy istenekre, vagy pedig idegenekre. De a lényeg az, hogy séjünk nincsen arra, hogy legyőzzük őket. Úgy kellene navigálni mindenkinek, hogy a végelszámolásnál a jó oldalra kerüljön. Ez az, amiben én segíteni szerettem volna. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat hamarosan találkozunk. Addig is hallelujah!